A Béli Balog Ádám katolikus gimnáziumban még üresek a tantervek, de a tantestület már készül a 2021-22-es tanévre, melyet az intézmény új igazgató vezetésével kezd meg. Ettől az évtől Nagy Roland veszi át a vezetési feladatokat. Mindvégig a tanári pályán dolgoztam eddigi pályafutásom során, sőt, ugyanabban a középiskolában, Dombóváron 2000-től 2021-ig. Magyar nyelv és irodalom szakos tanár vagyok, illetve emellett művelődés szervezői végzettségem van még. 2016-ban lettem szakvizsgázott pedagógus és közoktatási vezető, és tulajdonképpen innen van lehetőségem arra, hogy akár egy intézménynek a vezetői pozícióját is betöltsem. Szerettem a régi munkahelyemet, és nem is volt ez olyan egyszerű és egyértelmű döntés és váltás, hogy én most ebbe az intézménybe kerültem, de úgy gondoltam, hogy ritkán adódik ilyen lehetőség az ember életében, úgyhogy kis gondolkodás után, de Püspök atyának a felkérését elvállaltam. Az elmúlt évek alatt számos hagyománnyal a diákok számára nélkülözhetetlenné vált programmal színesedtek a tanévek. Ezek megtartása mellett a jövőben Nagy Roland fontosnak tartja a partnerkapcsolatok ápolását és az iskola egyre szélesebb ködben való népszerűsítését. Tehát valóban a hagyományai az intézménynek nagymúltúak, régről gyökereznek. Ezeket a gyökereket, ezeket az értékeket, ezeket a szokásokat természetesen eszembe sincs felrúgni, nem is volt ilyen szándékom, és miután megismertem őket, és igazgató helyettesekkel egyeztettük az éves munkatervet, és különböző programpontokról felvilágosítottak, hogy ez a Béri életében mit jelent, és milyen hagyomány, és milyen szerepe van. Tetszettek természetesen úgy, hogy mindenképpen a hagyományokat tisztelve fogunk tovább dolgozni. Egyfajta menedzser szemléletű vezetőként egy olyan marketing tevékenységet folytatni, amely a gyermekek ide vonzása következtében kell, hogy megvalósuljon. Ez egy nagyon sokrétű tevékenység, én az értekezetén is elmondtam, hogy szeptember 1-től nekünk megkezdődik a tanítás mellett egy kampányidőszak is, ami már a következő év beiskolázására vonatkozó, hiszen szeretném, hogyha a létszámadatok legalább ilyenek, de inkább magasabb beiskolázási adatokkal rendelkeznénk. Ezügyben nagyon sok mindent meg kell tennünk, kezdve a vonzáskörzet általános iskolainak látogatásán, a reklámanyagok készítésén keresztül a nyílt napok, a rendezvények olyan színvonalon történő megtartását, amelyek vonzóak lehetnek. A gimnáziumban járó korosztály életében a közösségi médiának nagyon nagy szerepe van. Így a jövőben az iskola ezen felületei információgazdaggá válnak, ahonnan akár a kívülállók is betekintést nyerhetnek az intézmény mindennapjaiba. Hát mai modern világunkban én a Facebooknak is egy nagyon nagy jelentőséget szánok ez ügyben. Ez szerintem egy kicsit le van ülve itt az iskolában, és szeretném, hogyha külön és egy csoport, vagy legalább egy-két ember azzal foglalkozna, hogy ne csak a legfontosabb eseményeket, hanem akár a hétköznapi életünkből is kiragadott momentumokat, vagy vidám képeket, vagy videókat jeleníthetnénk meg napi, vagy akár napi többszöri rendszerességgel, növelve a követők, kedvelők táborát, és minél több megosztást kihasználva és felhasználva. Ez most egyszerű dolognak tűnik, de van rá tapasztalatom, hogy ez milyen jól működött az előző munkahelyemen, és szerintem ezáltal lehetne vonzóvá tenni a létesítményt. Amellett pedig azt hiszem, hogy a mindennapos feladatok meglesznek azzal, hogy az óvodába is több látogatást és részletesebb betekintést szeretnék nyerni, mint esetleg az eddig volt, illetve az általános iskolába is, és a kollégium élete az, ami úgy látom, hogy egy kicsit itt egy elhanyagoltabb terület volt az elmúlt időszakban, mindenképpen vonzóbbá kell tenni, és mindenképpen növelni kellene az ottani létszámot is, és persze folyamatosan figyelni azokat a pályázati anyagi forrásokat, amelyek lehetővé tesznek bármely olyan fejlesztést, amely az iskola mindennapjait jobbá teheti. A Béri Balog Ádám katolikus gimnázium új igazgatója Nagy Roland első feladatai között szerepel, hogy mielőbb megismerje az iskola diákjait, a tanévkezdést követően sorra fogja látogatni az osztályokat.